Tisztában lássuk, ugye, sok kolléga van jelen. Én magam egyáltalán nem vagyok ugye se matematika tanár, mármint pedagógus semmiképpen, a szónak az eredeti értelmében, sem pedig szakértő, az aztán végképp nem, tehát egy kicsit meglepetésszerűen kerültem ebbe a pozícióba, ami annak a tudható be, hogy az Akadémia Matematika Osztálya tavaly létrehozott egy bizottságot, pontosan abból a célból, hogy a magyarországi matematika oktatást, a közoktatást, tehát az általános és középiskolai matematika oktatásnak helyzetét felmérje. Erről nagyon keveset fogok mondani, mert valószínűleg ez, sokan ismerik ezt a felmérést, annak az eredményét. A lényeg az, hogy mi márciusban ugye kiküldtük elméletileg minden oktatási intézménybe ezt a kérdőívet, több mint 4000 kolléga matematika tanár, mármint pedagógus tanító és tanár ezt kitöltötte. A bizottságunk elvégezte ennek a 4500 válasznak a kiértékelését, ezt felraktuk az akadémia honlapjára, ami ott megtalálható. Az egy hosszabb anyag, mert hogy a szöveges válaszokat igénylő kérdésekre egy részletes elemzés van, ahol hogy mi olvasható ki a sok ezer válaszból. Mi készítettük egy rövidebb összefoglalót is, amit szintén most nem fogok ismertetni, csak a címszavai, hogy miket látott a bizottság súlyos problémának, tehát magától értetődően a matematika tanterv maga az problematikusnak mutatkozott a válaszok tükrében, mert hogy hát mindenről nincs idő semmire, ugye ez aztán később könnyű volt kideríteni, hogy az utóbbi évtizedekben 200 órában csökkent a matematikának az óra, 200 órában csökkent a matematika óraszáma általános és középiskolában. Tehát amikor még én tanultam matematikát, akkor több mint 200 órában, mármint én speciális osztályon jártam, de aki nem spez osztályon járt, hogy én korosztályon, az több mint 200 órával tanul több matematikát, mint aki ma elvégzi a gimnáziumot. Tehát nyilvánvalóan nagyon nehézé teszi a tantervnek egy pedagógiai szempontból észszerű felépítését. Ez egy súlyos probléma, nagyon súlyos probléma az eszközök hiánya, mármint a szemléltető digitális eszközök hiánya. Nagyon súlyos problémának mutatkozott a pedagógus óraszáma, a tanulóknak az óraterhelése, az is ugye elég magas. Egyik első problémának jelölte meg mindenki a szabad tankönyvválasztásnak gyakorlatilag a megszüntét. Egyáltalán a differenciálás az oktatásban, a differenciálás leszűkítésének a lehetőségeinek a leszűkítése az egy alapvető probléma, az, hogy nincsenek eszközök a speciális igényű gyerekek oktatására. A szakmai továbbképzés egy elég nagy problémát jelent, úgyhogy hát ezek, és hát még jó néhány probléma, mint amilyen például a szakfelügyelő, szaktanácsadói rendszer, az is nagyon problémikus. Tehát ezt mondom, a részletes elemzés az el lehet olvasni. Most erről én nem szeretnék többet mondani, mert azt remélem, hogy kialakul a beszélgetés során egy kép, ahogy a jelenlevők látják a problémákat. De szeretnék egy más vitaindító szövegből is olvasni egy pár mondatot. Ez augusztusban jelent meg, ez a cikk, a közoktatásnak a helyzetéből, és ebből én csak azokat a mondatokat szeretném kiolvasni, amelyek azt körvonalazzák, hogy az oktatás irányítása milyen változtatásokat vezetett be már is,
vagy pedig ígér bevezetni az oktatásban. Tehát, idézettel következnek, egy pár mondatot elolvasok. A legfontosabb változás, hogy automatikusan a magasabb fizetéssel járó pedagógusok két fokozatba kerülnek, a nyugdíjkorhatár két éven belül elérő tanárok, és azok, akik már átestek az ideiglenes minősítő vizsgán, lehet, hogy ez hihetetlen. Tehát arról van szó, hogy a besorolások, tehát a pedagógusok besorolásában az automatikus változás volna az, hogy automatikusan a magasabb fizetéssel járó pedagógus kettes fokozatába kerülnek a nyugdíjkorhatár 7 éven belül elérő tanárok. És azok is, akik már átestek az ideiglenes minősítő vizsgát. Azért olvasom fel ezeket a változásokat, mert azt szeretném látni, hogy látják ezeket a jelenlő kollégák, hogy tényleg így van-e, jó, hogy így van, vagy pedig mit várnak. Visszavonták azt a szabályt, hogy a tanároknak heti 32 órát mindenképpen az iskolában kell tölteni, és heti 4 óra erejéig visszaadták az osztályfőnöki és a munkaközösség vezetői órakezdeményeket. Ez volt tehát a második. 3. A pedagógusok szabadon elhagyhatják a kerettantervbe foglalt tananyag mennyiség akár 30%. Tehát ez egyfajta liberalizálás, az eddig 10%-os megtöltés helyett. A pedagógusok immár, állítja ez a cikk, szabadon elhagyhatják a kerettantervbe foglalt tananyag mennyiség 30%-át, méghozzá ez a szabadság addig érvényes, amíg az új NAT meg nem jelenik. Hát most itt nem tudom, mennyiben foglalkozunk a szakközépiskolák és a szakiskolák problémáival, talán ez most nem a mi, nem tudom, hogy ez mennyire a mi, hogy mondjam, érdeklődésünk középpontjában van ez a problémakör, de hát ugye ezt tudjuk, hogy a szakiskolákban a természettudományokra fordított idő 45%-kal is csökkenhet, és ugyanakkor ugye érettségizhetnek a szakgimnáziumokba járók. Új érettségi szabályokat jelentett be a kormányzat. Én magam nem tudom, hogy az új érettségi szabályok most hogyan alakulnak, ha van itt olyan kollega, aki többet tud erről, akkor az jó lenne, hogyha ezt tudnám, mert az világos, hogy az érettségi szabályok, mint egyfajta kimeneti ugye követelményrendszer az alapvetően meghatározza az oktatásnak a jellegét, a volumenét, a tartalmát, az irányát, az arányokat, stb. Tehát én azokat, tehát arra gondoltam, hogy ezeket a sarkalkodós dolgokat választottam ki, mint egyrészt alapproblémákat, másrészt, mint lehetséges vagy reménykeltő változtatásokat. És hát ehhez várom, hogy esetleg a kollégák hozzászóljanak, vagy világosabbá tegyenek dolgokat, amik például számomra sem világosak egyelőre. Én úgy érzem most, hogy ebben a pillanatban valahogy úgy két dolog között vagyunk, mert hogy a nyárnak vége van, de a kerekasztal még nem kezdett megint működni, ugye? Tehát ez is egy ilyen furcsa pillanat. Ezt is jobban kéne látnunk, hogy akkor most mit várunk, hogy hogyan változik. Pláne azoknak a fényében, amik legalábbis a cikket jegyző újságíró szerint, aki nem más, mint mindjárt mondom, aki Tecár Szilárd, az újságíró szerint ezek a változtatások kerülnek bevezetésre, hogy mit várunk még ezeken felül, vagy hogy egyáltalán ezekről tényleg reménykedhetünk-e, hogy záros határidőn belül bevezetésre kerül. Én ennyit szerettem volna bevezetésként elmondani, és akkor bárki szeretne ezt hozzászólni, akkor azt hiszem, hogy mindjárt megköszönnénk. Szerintem azon, hogy sokan ismerünk itt már egymást, tehát Kuroszó Ferencok a 60. vezetője, és közben gyakorló tanács vagyok már nagyon régóta, tehát többek előtt tanítottam. Én az alapvető probléma az, hogy a tanár, mint munkavállaló, egyszerűen lehetetlen helyzetben van, nem tudom, ti hogy érzitek,
Tehát az ügyünk eleve, hogy a tanár nem tudok informált, mondjuk itt kérdődik. Tehát külön kell választani azt, hogy semmi matematikában nincsen szó, csak egyszerűen az ember szeretetesülettel dolgozni. Ami teljesen abszolút. Az, hogy nincsenek munkaeszközök, persze egy kicsit hazabeszél ebben a hatodik évi múzeumvezetőjeként azt mondom, hogy az, hogy úgy megyek be az iskolában, akkor napról üdes a feltár, ez megint nincs munkaeszköz a magyarok, a kérják kívül. A vonatról én már úgy kell különni egy évek, hogy ötünk, hogy legyen. Tehát ilyen szintű, hogy is mondjam, megbecsültsége van az embernek, mint munkavállaló. Arról nem beszél, hogy amit említettél például, és megint munkaidőről beszélek, hogy hát ugye vannak kedvezmények. De az a baj, hogy a kedvezmény most már nem a 32 órából vonják le, hanem a 26-ból. Tehát mondjuk egy iskolában átlagosan a kollégáknak van mondjuk 21-22 órában vagy 23-ban, akkor nem az átlagból jön az osztályfőnök kedvezmény, a munkakörösség kedvezmény, kedvezmény, hanem a 26-ból, tehát sok ismerősöm van, aki igaz, hogy osztályfőnök is, meg munkakörösség kedvezmény is, de majdnem több órában, mint a többieknek, tehát az egész tulajdonképpen egy átverés ilyen szempontból. És utána jön az összes többi, nem tudom, hogy aki tanít valós, hogy érzi, de tényleg, ahogy a Robi által írt rendében is kedves kollega hát kipakadt, vagy úgy mondjam, tényleg próbálunk talpon maradni, de nem megy. Hagyd tegyek ezt hozzá két dolgot. Az egyik, hogy az eszközhiány, azt mi explicite megemlítettük az összefoglalónkban, nevezetesen azt a követelés, hogy legyen egy minimális eszközlista, ami régen volt. Tehát, hogy minden oktatási intézményben egy minimális, aminek köteles az iskola a szertárban ott tartani ezeket és ezeket az eszközöket, ez megszűnt, és sehol nincs semmi. Holott hát ez nyilván egy minimális követelmény volna. A másik, hát a kedvezményekről említettél, hát itt mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy ha összeadjuk, hogy a kötelező órák mennyit kell készülni. Tehát először is a 26 óra, mint kiderül a felmérésből, az nem 26 óra, hanem több. Mert kiderült, hogy a válaszadók, akiket azt hiszem, hogy joggal tekintünk egy reprezentatív sokaságnak, mert 4000 tanár az nagyon sok. A válaszadók kétharmada extra foglalkozásokat tart, vagy felzárkóztató szakkört, vagy valamilyen tehetséggondozó szakkört, vagy érettségiző előkészítő szakkört, vagy a lemaradóknak valami felzárkóztatót. Tehát az átlag nem 26, hanem legalább 27, vagy inkább 27 és fél, ami statisztikai számításaink szerint. És hogyha ezt hozzáveszünk azt, hogy egy órára egy 60 perces órára 30 percet kell készülni, ugye, és teljesen mindegy, hogy az ember hány éve tanít, ez egyszerűen muszáj, akkor ez azt jelenti, hogy több mint 40 óra csak a közvetlenül tanítással eltöltött idő. 40 óra. Tehát minden, ami ezen fölül van, az már túlórának számít. És az, hogy lehet, hogy munkavállalók, itt van 10, nem tudom hány, 15 ezer munkavállaló, most csak a matematika tanítókat és a tanárokat véve, 15 ezer munkavállaló, akik nem kaptak túlórát. Mert nem létezik ez a fogalom ebben a szakmában. Tehát ez nyilván képtelens. Igen, fájlancsony. Azt hiszem, hogy az tényleg egy fontos dolog, ez a 26 óra, meg 40 óra, meg 32 órának a kérdése. Azért én úgy érzem, hogy a helyi, tehát ez borzasztó ez az egész rendszer és az óraszámlás, de azért az én iskolámnak a példáját tudom mondani, hogy ha egy iskola vezetés az karokán és harcos, akkor ezt azért az adott könyök között kövösszányú, és a 22. kerületig kell az iskolavezetés meg tudok állapodni az előző három évben, mindig is ebben az évben is, hogy a nálunk lévő tanároknak az osztályteremben töltött óráinak a száma 22 maximum. Ebben még szakkört is bele lehet. Tehát plusznak kell lennie legalább az osztályteremben eltöltöttnek, és a 22 kijöhet úgy is, hogy két szakkört például. És az megint borzasztó, hogy valaki, hogy nyilván az óraszámok úgy adódnak, hogy nem 22-re jön ki, mivel 3-4 vagy 5 óra egy osztályban a matematika, ugye az egységek vannak, tehát túllépett a 22-n, és az már a 26-én fizetett dolog. Tehát ez a túlóráknak az elszámlása régen volt és van is,
ez egy nagyon nehéz dolog, mert valaki 22-ben tanít, valaki 26-ban, például informatika szakos tanárt nem sikerült fölvenni, az informatika szakos tanárunk az 26 órában tanít. De azért azt is mondom, hogy lehet, tehát ez egy nagyon rossz rendszer, de hogyha úgy gondolom, hogy az iskolavezetés karakán, most hogy mondjam így, akkor tudhatod jó kompromisszumot kötni a helyi könyvkel. És ezeket meg kell tudni harcolni, tehát én tudom, hogy van, ahol nem. Én úgy tudom, hogy volt ahhoz, hogy a 22 óra legyen a közösszágos. Tehát ezt valóban meg kellene szüntetni, hogy 22 és 26 között bármennyi lehet, hiszen ez lényegében egy 20-25%-os eltérés jelentett ugyanannyi pénzre, és nincs a munkavállalás más területén ilyen jellegű dolog. De azért érdemes azt mondani, nem csak azt mondani, hogy panaszkodunk, hanem kiállni a dolgokért, és lehet, hogy meg bizonyos dolgok megharcolhatunk. Ez az egyik dolog ezzel kapcsolatban. A másik dolog az, hogy az is jó, hogy a 32 órára töltött, mert nyilván otthon magyar szakosnak dolgozott, hogy egy más, mint a 20-30 és tanári szobában, és a besorással kapcsolatban ez is egy, azt hiszem, egy óriási előttés, hogy legalább úgy előtt, még én lejjebb is mondanám, hogy kellene érteni, és ez a rendszer, ugye bejött a pedagógus minősítési rendszer, a rajtvonalhoz állt. Ez olyan, mint hogy orvosítva az lett, hogy igaz, hogy már operál, már nemzetközi elismertsége van, már több klinikának a vendégprofesszora és vendégzsűrűnál jön egy orvos minősítés, az úgy, hogy akkor most mindenki rezidens, és valami tennékeje azért, hogy legalább adjunktus lehessen. Ez körülbelül így jött be. És hát, hogyha az előző 30 évben lett volna a rendszer, akkor például egy nagyon jelentős része már véges-régen pedagógus 2-ben, vagy mert mestertanár lenne, attól, hogy az időszámítás ezelőtt nem tudom már mivel kerül, nem lehetné lenne. Tehát attól a pedagógusokat szerintem mélyen megalázta ez a rendszer, és azt, hogy legalább a nyugdíj előtt állódnak, legalább pedagógus 2-be került. Hát 30-40 éve tanítanak. Hát miért nem hiszük el azt, hogy valami ragadt rájuk, és nem ugyanannyit tud, mint a három éve tanító pedagógus. Másabb, ha úgy tetszik, akkor el a koszként valami ragadta, amivel esetleg ügyesebben hívászni, azt lehet elemzni, hogy most nem tudom, hogy itt a... Mert az első része nagyon érdekes és hasznos, és érdekes, hogy hogyan lehet a iskola vezetése, hogyan tud a helyi képkel, ami már nem létezik egyébként, a helyi képkel megállapodni. Mit akart erre mondani valamit? Nem egy gyors rövid, és én mitől a Szentházi gimnáziumban tanítok, és ma volt pont egy értekezlet másra kapcsolatban, de valamit, mivel a szakszervezet is megszólalt, ezért azt tudom, az igazgatók azt mondta, hogy ebben a 22 órában, ahogy itt is hallottuk, nem számít bele ez a kedvezmény. Tehát nem számít bele, tehát innen indul, és akkor legfeljebb 26, és akinek a plusz a kedvezményekkel együtt 26 fölé kerül a világegyé, akkor vannak az a regulát, azt ki kell fizetni. Egyrészt a tankerületek azok most alakultak meg, és az igazgató, tehát úgy nem volt még értekezett se, nem sikerült, nagyon jó igazgatónk van, és nem sikerült még beszélni a tankerület vezetéssel. És egyébként az a kérdés merült fel, hogy ez jó, most így van, hogy akkor helyettesítjük azt, tehát, na, hülyeség, tehát még előkezdem, tehát hogyha adnak ilyen használt kedvezményeket, akkor tulajdonképpen legalább egy státusz még rájön egy iskolába, hogy összeszámoljuk, hogy hány osztály, meg osztályfőnökség, meg egyebek, és hol a státusz, és hol vannak az emberek. És hogy most idén ugye mindenki arra lehetett hivatkozni, meg hallottuk, hogy más iskolában ez volt, hogy még májusban vagy márciusban, hogy mit tudom én, mikor leadták a tanároknak az óra tárgyfelosztás megtörtént. És akkor jó, akkor nem 24 óra, most akkor idéntől neki, hanem 26, és akkor abban már belefér az a 22 óra kedvezmény, és hogy mi lesz jövőre, de valahogy nem úgy éreztem, hogy jövőre jobb lesz, pedig abban visszak a kollégát. Csak egy papírság hozzá, bocsánat, hogy belőzöm, csak annyi, hogy ez még a súlyosítja, hogy ez a 20, nem tudom én, 2, 3, 4, 5, 6 óra, ez attól durva, hogy amíg 4-5 órája volt az embernek egy osztálya egy héten, most pedig ma mondjuk 3,
sokkal több osztályt jelent, tehát sokkal ziláltabb lesz az ember, amire tehet egyik viszlet, mert egyszerűen más osztály, más kondíciók. Ez nem tudom, még gondolt-e bárki is, hogy ez gyilkosság. Egyrészt annyit teljesen egyetértek a kollégákkal itt ezzel a 22-26 játékkor, és ez valóban úgy van, hogy a 22-ben nem számít bele a kedvezmény, ez sem nem számít bele. Én el tudom mondani, hogy én munkaközösségvezetés vagyok, osztályfőnök is vagyok, most tavaly a 26 fölött kellett még ezt csinálni, most azért egyre jó a 22 fölött csinálni, tehát most egyre kevésbé halok meg. Ennyiben ez a normalitás irányába tett lépés akkor is, de azt hozzá kell tenni, hogy tehát a rendeletben olvasható szövegének a változtatásnak pár nap alatt évelőtt jelent meg. Ez nálunk például óriási káoszt okozott, és szerintem nem csak nálunk, és nagyon sok helyen az egyszerűen úgy van megoldva, hogy nincsenek betartva a törvényes feltételek. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy tehát egyszerűen nem kapta meg mindenki ezt az órakedvezményt, mert szervezési jogokból nem lehetett megkapni, vagy pedig csak a gyerekeknek a súlyos érdeklődésére, mivel tehát utolsó pillanatos, utolsó éves tanácsadást kell lehetettől kell megoldani, tehát ez azért ez egy picit megint átgondolatlanul lett így bevezetve. És egy másik témához is hozzászólnék, ez az a tananyag csökkentés, vagy tehát találjuk ki, hogy mit nem tanítunk című dolog, de nem tudom, biztos olvastátok már ezeket a tacsolt tanterveket, amik fölkerültek. Tehát ugye vannak benne vicces elemek, hogy például egy óra alatt én megtanítom az exponenciális egyenleteket, és akkor ők abban tökéletesen felvesznek készítve egy óra alatt az érettségére, és ugyanezt a trigonometrikus egyenletekre is, és ezt így tök jól fogják tudni, mert hát így jön ki a 30% az elképzelések szerint. Erről már szeretnénk elmondani, hogy amíg az érettségi követelményén, amit ugye 2017-ben ismerjük, elolvastuk, az nem csökkent, hanem emelkedett az előzőhöz képest, tehát az emelkedett. Ehhez képest én tanítsak meg 30%-kal kevesebbet, én ezt, mint munkavállaló, mint tanár, hogy tudom jól elkismerettel megtenni. Tehát azt mondom, hogy akkor gyerekek, ebben a csoportban mi készülünk a hármasra? Vagy a kettesre? És ezt elmondom a szülőknek is, egy szülő értekezletet, egy kedves szülők, azt szeretném elmondani, hogy itt akkor a maximális célkütőzés ebben az iskolában az a 2,5 matematikából, mert akkor mi 30%-kal csökkentjük, és ezt tanítjuk meg. Tehát ez így egy kivitelezhetetlen dolog. Nem lehet úgy, nem lehet azt mondani, hogy én mondjam azt, hogy én nem tanítok meg bizonyos kötelező modulokat a gyerekeknek, és ezzel az esélyeket csökkentem, adott esetben elvárom arra, hogy tovább tanuljon. Ez így egy kivitelezhetetlen. Sok helyzetben vagyok, és nagyon félbe szólalok meg, mert én már csak besurranott tanár vagyok az Ötvös gimnáziumban. Ezennel szeretném nektek ezt a fogalmat megtanítani. Ez azt jelenti, hogy én már sehonnan semmiféle engedélyt nem kapok arra, hogy tanítsak, de az iskolának az Ötvös gimnáziumot imádom, ők is nagyon szeretnek engem, és ezért például szakkörön van, természetesen ingyenes bérmentve, besurranva, mert ennek semmi adminisztratív nyoma nincsen. De nem az a besurranásnak az igazi fájdalma, mert ezt én vállaltam, és hogyha nekem ehhez kedvem van, akkor tegyem ezt. Viszont teljesen megoldatlannak látom a helyettesítések kérdését, különösen akkor, hogyha egy tartós helyettesítésről van szó. Én ebben a pillanatban egy bokát tört matematika szakos kolléganő helyett besurranva helyettesítek egy 12-es faktos csoportban, és azt én értem, vagy minnyáján értitek, hogy ezt nem lehet, hogy ma Kati néni, holnap Piri néni, holnap után Jóska bácsi megy be, mert azzal a munka szétesik. Nem is fér bele a 24-25 heti órába senkinek sem, hogy ilyesmit bevállaljon. Tehát én ezennel akkor boldogan, besurranva valakinek a neve alatt. És ezt el nem mondjátok senkinek, aki a hivatal, mert akkor nem tudom, kinek veszik a fejét tőle. És ezt tenném, azt szeretném. Tehát ez az egyik, amit megoldatlannak tartok. Nem szabad hónapokra kieső tanár helyére se adminisztratíve, legális módon beállítani senki. A másik, borzasztóan igazat adnék én neked, Eszter, abban, hogy ki kell harcolni, amit fontosnak gondolunk szakmai alapon, de én oda teszem a kérdőjelet, hogy ki, hol harcoljuk ki, kinek kiabáljuk,
ki kiabálja, hogy az értőfülekre találjon úgy, hogy az illetőnek módjában áll a lépéseket megtenni a szakmai indokú követelésekkel szemben. És nem tegnapi történet, kollégák, hogy mikor a kétszintű érettségi bevezetésének mondjuk volt az 5. éve, és akkor a gyulai matematika tanár vándorgyűlésen írtunk egy csomó kérdést, hogy mit szeretnénk tudni, az még legyen biztosabb. És akkor beküldtük azt a minisztériumba, én állítottam össze azt a listát, mint az Oktatási Bizottság egyik tagja, de úgy gondoltuk, hogy ne én írjam alá, mert hogyha a társulatnak az elnöke írja alá, az nagyobb súlyú. Tehát aláírta Katona Gyula, a Bújai Társulat elnöke, akadémikus. Bement a minisztériumba, a minisztérium elküldte az oktatási hivatalba, ők foglalkoznak az érettségi ügyeivel, majd én, mint az akkori tételkészítő bizottság elnöke, ez most már így hangosan is ki szabad mondani, visszakaptam, hogy válaszoljak. De nem megnapott, és akkor de álljatok meg, mert ez nagyon humorú, de most még azt se tudjuk, hogy a kérdéseket kinek kell odaküldeni, Eszter. Ki harcolja ki, és kinél, és hogyan? Mert sem a legális forma a kerekasztal, sem az illegális forma a tanítanék mozgalom, az én tapasztalataim szerint nem tud érdemi kérdéseket kiharcolni. Nem tudom, hol akad el. Nagyon szomorú vagyok, és nagyon kesek. Másosan, én korán gyújtőzéssel eleg nem tanított közoktatásba. Egy kicsit off lesz, amit mondok, nem csak, hogy neked nem kell fizetned azért, hogy validálsak. Én mindenkit tanítok egy pillanatban, de nekem ez jól esik, és én választom, tehát ez nem érdekes ez a rész. Ezt kérdezted fizetni? Igen. Ezt egyik megjegyzésére az csak, hogy az nagyon jó, hogy vannak harcos iskolák, és ki tudják harcolni a helyi kliknek. Én nem tartom szerencsésnek, hogyha a normális munkakörülményeket helyi harcokkal kell elérni ilyen harcosabb iskola, nem harcosabb iskolának. Örülök, hogy van, ahol ez sikerül. De nem ezt akartam igazából mondani. Igazából azért, mert hogy legalább 10-12-14 hallgató is van itt, akik lehető tanárok, én irántuk érzek egy pici felelősséget. Hadd mondjam azért azt el, hogy ez egy olyan vita, ahol a jelenlegi közoktatásnak, illetve a tanító oktatásnak a hátrányait veszik meg egymást, hogy legalább beszélgessünk róla, mert hatás, hogy túl sok minden nincsen, mert akiknek szólna, mint Zsuzsa mondja, nem is mindig tudni, hogy ki az, akinek itt kéne hozzá lenni. Ez az egyik része. Tehát nagyon sok jó is van a tanításban, a kollégák évek, évtizedek óta tanítanak, és nem azért csinálják, mert mind mazohisták. Nem, az csak tényleg egy olyan hangulata kezdett lenni a dolognak, hogy azért szólok, hogy ez most ez az oldala, de van sok egyéb oldala is a tanításnak, tehát ez egy nagyon tanulságos, hogy mi minden van most. És még egy, hogy ezek állandóan változnak. Ez jó is, rossz is, tehát itt vannak részvizetek voltak, amit nekem tanáraim is többen. Tehát az, hogy most ez van, az se jelenti, hogy fél év múlva mi lesz, de az, hogy 5 év múlva mi lesz, az végén nem jön. És az ember, pláne hogy fiatal legyen, optimista, 5 év múlva sokkal jobb lesz. Jó, bocsánat, ennyit akartam csak mondani, hogy az egésznek a szemlélete, ez egy partikuláris jellegű vita ilyen szempontból, tehát van más része is a matematika oktatásnak. Ennyi. Igen, hát azt hiszem, hogy mindjárt egyetértünk azzal, hogy itt most mi a problémákra hegyezzük ki a beszélgetést, mert hát mi másra hegyeznénk ki, hát ugye. Mindazonáltal azért azt meg kell jegyeznem, szintén a felmérésnek a egyik tanulságaként, hogy nagyon sokan jelezték, hogy az a tény, hogy állandóan változnak a dolgok, az egy katasztrófa. Tehát, hogy nem lehet 3 éven keresztül előre tervezni, hogy akkor most hogyan fogom a következő években az osztályomat tanítani, mert folyton megváltozik valami, vagy az adminisztráció, vagy a tananyag, vagy a követelményrendszer, vagy a minősítési rendszer, de általában ez mind együtt, állandóan, és hogy ez a tanárok egy nagyon súlyos frusztrációnak élik meg. Azért ezt hozzá kell tenni,
akár vannak itt hallgatók, akár nincsenek. És még azt is hozzak, hogy én elmondom azt, hogy a oktatásunk, mint még néhány ilyen nagy rendszer, ezek úgy fizikában úgy mondják, hogy ez nagy tehetetlenségű rendszer. Ez egy létező fogalom, és akinek van ilyenfajta képessége, nagyon műszerűen szólva, ez azt jelenti, hogy pici változásra nagyon megváltozhat, és hogy a változás nem lehet arányos hatással helyrehozni. Tehát ez mondjuk egy ilyen kvázi metastabil vagy kvázi metastabil helyzetben levő kő, amit úgy meglökünk, akkor attól az úgy ledől, nem elég ugyanakkor a lökés ahhoz, hogy visszaáll. Tehát ezeket a rendszereket, csak nem biztos, hogy aki ezeket csinálja, azok sincs ezt tudják, ezeket nagyon óvatosan kéne piszkálni, pici lépésekben is, szóval nem mindig ezt csinálják, ez nagyon szépen előbb-biztosan fogalmazni. Nem tudom megállni, hogy ne reagáljak, elnézést kérek, nekem nem kéne idejét beszélnem, de amit Somfai Zsuzsa említett, sajnos az azt jelenti, vagy az, tehát hogy nem lehet tudni most sem, hogy most mi lesz az oktatási hivatallal, hogy most mi lesz, hogy lesz-e egyáltalán, vagy hogy annak mi lesz a hatásköve. Tehát egyszerűen most nem csak arról van szó, hogy nagyot lök az oktatási kormányzat, vagy kicsit lök, hanem az egész teljesen kafkai. Nem lehet tudni, hogy mit lök és milyen irányban. Nem lehet tudni, semmit nem lehet tudni. Na most azért olvastam fel ezeket a mondatokat, mert ez valami értelemben biztató jelnek érzem, hogy mégis bizonyos dolgokat, bizonyos változásokat azt remélem, hogy lehet tudni, így lesz, és ezek jó irányba mennek. Tehát, de sajnos, amit a Zsuzsa mond, az, hogy most akkor kihez forduljon, és pontosan milyen mondan, ez jogos. Mert hiszen... Igen. Ezt nem akarsz erre nem rá? Igen. Hát ez teljesen igaz, hogy ilyen jellegű, jó irányba tett a dolgok, tehát kijelentések vannak, és úgy gondolom, hogy ez jó, hogyha mi meghalljuk. És az is igaz, hogy azzal, hogy a klikka az olyan formában, ahogy volt, megszűnt, ilyen értelemben is létező jó dolgok is születtek, ugyanis a igazgatók visszakapják a költségvetést, vagy már tudhatja azt, hogy tehát nem az van, hogy 5 darab könyvért a klikhez kell majd érkezni. Miután a kliknél az van szerint, hogy bizonyos területek összevonulnak, ez sem lesz jó, de az a rész megváltozott, hogy az igazgatónak nincs anyagi felelőssége, bizonyos összeg fölött, és ez viszonylag elég, tehát megmondják azt, hogy az iskola meg tudja költséget is sem megemelni. E fölött az igazgató mondhatja meg. Miután ez mind nyár, tehát ugye a tavalyi év végén jöttek ezek a rendek, hát nyilván nyáron a füsenő nagymelegben, nem hogy ezek mind a gyakorlatban át tudtak volna menni. De ezek ott vannak a határon, egyelőre megvalósulatlanul. És egyelőre ugyanaz a pontosan tetlenségnek tovább, hogy bizonyosok nem tudnak működni, de nekünk tudni kell azt, hogy ott vannak, és amit ti csináltatok az a bizottsági felmérésnek a kiállása, az nagyon nagy, megindított valamit. És most nem szabad lenne megállni, ezek amik kimondattak, azoknak a megvalósulásáért ugyanúgy kellene küzdeni, hogy megtörténjenek. Tehát a 22, tehát a legfontosabb szerintem az, hogy a 22 óra, és amit a fölött van, az túl óra kifizetés. Ez szerintem egy alapvető dolog. Az, hogy a 32 óra, megint, csak azért, hogy a 32 órát is meg lehet elkutyosan csinálni, nálunk a 32 óra múlva, a kutyosan néz fel. Vagy én 30 órát nem vagyok, a számítógépen vetente be kellett, mit kellene, azt, hogy 10 órán keresztül mit csinálok, az azt jelenti, hogy tanulja belőkészítés 6-szor, én ezt csináltam, négyszer pedig a tanulmányi munka értékelése, négyszer, ez összesen 10 óra, ezt én 20 másodperc alatt klikkeltem, és ezzel a dolog le volt zárva. Megint azt mondom, hogy ez nyilvánvalóan az iskola vezetésnek egy kis számítástechnikai megoldása volt. Hát elnézést, hogyha a régi világban szerintem magyar ember ügyes volt. Hát akkor egész, hát legyünk már az ügyességünket, ez az egyik dolog. És most, hogyha ki van mondva, hogy nincs 32, ki van mondva, hogy 22 óra. Ezek mellett maga jönnek úgy kiállni, hogy ezeket törvényes is tudjuk harcolni, hogy törvény legyen meg. Nyilván, tehát nagyon jó volt az a fölháborodás, ami ezeket kényszerítette,
most pedig amellett kell kiállni, hogy ezek a gyakorlatban át tudjanak lépni, és ha úgy tetszik, akkor bátortalan iskolavezetés és bátortalan kerületvezetés mellett is, ezek törvényesen megvalósíthatóak legyenek. Ezzel teljesen a személyen egyetértek, így megint nem állom meg, hogy elnézést kérek, hogy mert eszembe jutott erről valami. A dolog, én úgy képzelem, hogy ott kezdődik, hogy az igazgató hogy van kinevezve. Tehát ugye én júniusban tartottam előadást erről a kérdői kapcsolatos kutakodásainkról, és én ott bátorkodtam megemlíteni olyan példákat, amit az elmúlt hónapokban a televízióból, rádióból hallottam, hogy ugye egy több jelentkező volt egy iskolában, és akkor pontoztak, és akkor a legkevesebb pontot kapott, vagy nulla pontot kapott, nevezte ki a klinik igazgatónak, ugye? És akkor megkérdezték, hogy miért, akkor azt mondták, hogy nem kötelességünk ezt megindulni. Most mit látok? Néhány héttel ezelőtt megint egy olyan eset volt. Pontosan ugyanilyen eset volt. Tehát a dolgot az nagyszerű, hogy ki kell kényszeríteni, de hát akkor legelőször azt kéne kikényszeríteni, hogy az iskolának legalább vétójoga legyen, vagy érdemi beleszólása legyen abban, hogy ki az igazgató. Mert az a dolog, hogy a élelmes, vagy jó kapcsolatokkal rendelkező, vagy jó szándékű, vagy bátor, vagy aktív igazgató, az csinálja ezt azt, hogy nagyszerű, de ehhez előző is az kéne, hogy olyan igazgató kerüljön oda, akit az iskola felvállal és szívesen. Jó, ezt csak nem tudtam magamban tartani ezt a megjegyzésemet. Tessék, azt mondom neked ilyen szemtől, hogy ha van ez iga való, vagy 22 óra? Mert mindenhol az van, hogy 22 kötőjel 26. Ne, és én nem tudom, azon a klikvezető múlik, hogy mit ad ki. És én nagyon sok olyanról tudok, olyan kerületről, a konkrétan az utasítás mentel 26. És 26 órát kell beállítani. Egy ilyen klikvezetővel mit csinálsz? Nyilván egy vizsgálói célra kéne meghatározni, tehát ezt mondom 22, de azon a 18 lát a napi a becsülettel csinálni, ahol pont ő lehetett választani. Úgy lehetett elengedni a pályafutás végére, hogy 65 éves korban hallottam általán is. Viszont belegondolunk, akkor az egészet még így, hogy ki legyen matek tanár. Egy csomó iskolát tudtam, szeptember első letében, ahol talán 10, ahol nem volt jelentkező sem, senki nem jelentkezett, tehát a kulcskérdés a tanárképzés. Tehát a bolonyai folyamat olyan szinten tette tönkre a jól bevált osztályt a tanárként, és most visszatért végre már valamennyi magához, tehát nyilván, ha lenne kiből válogatni, akkor lenne. Mi csináltak tulajdonképpen most a szakiskolákkal, vagy a szakgimnáziumok mindenkinek kialakult, kilőtt, hogy a Science nevű tárgyat azért vezették be a nem klinikes iskolákba, hogy ott hozzánk is így jött végül is egy kollega, hogy ott azt mondták, hogy nincs szükség fizika ilyen van olyan tanára, és azok a tanárok elmentek a klinikek segíteni abban, hogy egyáltalán legyen ember, aki 26 órában tanítson. Mert az is gond volt. Na most ez egy pótcselekvés tulajdonképpen, de néha azon ők sem tudnak segíteni, hogy nincs jelentkező. Ez egy abszolút helyzet. Szabad ehhez is hozzászólnom? Én jól emlékszem arra, még nem tudom, 70-80-as években volt, amikor 18-20 órára elmentésből a tanár őrületes felháborodás. Elképesztő felháborodás volt. És jelent egy szorzó számot kompenzálni. Igen. Tehát még azt elismerték, hogy most ez jó. Tehát ez hozzátartozik arra, amit a megint mondod. Szállj, amit gondolok magamban, Robival jelentem is egyet, de nagyon fontos lenne, ugyan embert meghívni, és én most kimondom előre, hogy kire gondolok, például a Veres Karira, akit sokan ismerünk a Rüsszolci Kérdés igazgatójára, aki elég sok bizottságban benne van, és fizikálisan is elég közel van időnként az oktatás vezetőkhöz, és tárgyalnak velük, aki egy olyan igazgató, aki abszolút tisztában van a jogszabályokkal, a pillanatnyi jogi környezettel, és amikor én aktív dolgozó voltam, nekem az nagyon fontos volt, hogy a továbbképzéseken a pedagógusoknak konkrétan elmondjuk, hogy milyen jogszabályi környezetre gondoljanak akkor, amikor a saját érdekeiket akarják védeni.
és ez a 22 óra is az én tudomásom szerint is, de nem tudom alátámasztani jogszabályokkal, csak a kollégákkal történt beszélgetés alapján, például az iskolának a tanár szükségletét 22 óra alapján kell kiszámítani, hányszor 22 óra van az iskolában. De ott belül akkor jönnek a plusz feladatok, amit el kell sózni valahogy ebben a tantestületben, de egy olyan ember, aki matematika tanár és tájékozott, az talán tudna információkat adni, mert ez tényleg kevés nekünk ahhoz, hogy nálad a szuperigazgató elvettek emberen híres volt arról, hogy mindig mindent el tudott magának intézni, jól tette persze, de ahol nem olyan az igazgató, és akkor az igazgatóval szemben is meg kell védeni magunkat, mert ahol az igazgatót azért választották igazgatónak, mert most is elbocsásom meg, hogy kimondja, hogy narancsák a pólóba volt, akkor az nem biztos, hogy elég okos ahhoz, hogy megértse a problémákat, amit a tanárok mondanak, meg egyáltalán megértse azt, amit Pölöskeiné mond, hiszen Pölöskeinének is számtalan vitája van a saját embereiben, mert nem jól értelmezi a jogszabályokat. És mi azért matekosok vagyunk, meg tudjuk azt érteni, ha nekünk felsorolják, de ide figyelj, hogyha lemegy a kliktől a pirike, és elkezdi vastag rúzsos szájával osztani az észt, akkor erre is erre hivatkoz, és mondd meg neki, hogy előtted nézze meg ezt a jogszabályt, mert neked van igazad. Én, tehát amikor Robinak írtam ezt a levelet, akkor ilyesmire gondoltam, hogy mivel tudjuk magunkat fölértezni, mert sajnos kell. És én nekem a Verespari út először most eszembe, mert tényleg nincs olyan ember, akihez oda tudsz menni ma Magyarországon, mint régen matekból egy Urbán Jánoshoz vagy egy Hódi Vannihoz. Nincs ilyen ember, aki az egész 12 évet át tekinti, és a tekintési helyzet. Igen, és egy problémát felvesz, akkor összefüggéseiben látja, ilyen TikTok emberek itt-ott vannak, akik a tomusz süket területét látják, és felelősséget nem vállalnak maszatolással. Bocsánat, ezt látom. A tanári munka lényege a hallgatók. A Veres Pál a szagja ennek a bizottságnak egyébként, de hát az a baj, hogy ő egyszerre 25 dolgot csinál, ugye? Tehát ő benne van a kerekasztal albizottságában, igazgató ott, jár Pestre ilyen-olyan ülésekre, tehát szegény borzalmas nála foglalva. De itt ezért elég tájékozott, mert okos. Igen. És minden ott van, és tudja a dolgokat. Igen. Ez a legjobb érdek. Tessék válaszolni további két időkkel megint hozzászólok. Azt hallottam, hogy az az ember, aki kitalálta mindennapi testnevelést, már azon a dolog, hogy mindennapi énekulát is ki akarja találni, ami azért rossz, mert hát az előzőt sikerült akkor, ugye most megint az érdekérvényesítésről van szó, normális iskolákban, normális klikke való igazgatói kapcsolat esetén meg lehet oldani azt, hogy heti három testnevelés maradt, és azt a plusz kettőt, hogy minden nap jusson egy testnevelés során, ugye administratív módon, azt tiltani edzésre ki lehetett váltani. És ez a normális. Legtöbb iskolában ezt nem lehet végigvinni, mert valamire hivatkoztak, és ennek az a következménye, hogy úgymond nem a kiemelt iskolákról beszélek, hanem a nagy zömbéről, hogy a matematika fakultáció kiszorult 7.-8. órában. Ami azt jelenti, hogy amúgy is kevés óra van, na ott mert már aztán végképp több gyerekmegőrzés van, tehát ott nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy ezek azok a szempontok, ahol nagyon harciasan a szakszerető bárkivel összefogva, tehát pedig ez le, mert mi matematikáról nem beszélünk, csak az, hogy abban a helyzetben hozzuk magunkat, hogy tudjuk értelmesen dolgozni és hatást elérni. Hát igen, de most ez egy olyan dolog, amit mondasz, ami minden tanár számára magától értetődik nyilvánvalóan. És tudjuk, hogy a kerekasztal rögtön a legmerevebben elzárkozott ettől. Szó nem lehet róla. Ez volt a válasz. Az, hogy a heti öt testnevelést lecsökkentjük. Szó nem lehet róla, vége, pont, új tényleg. Én szeretném föltenni ezt a kérdést, hogy ezt is nekünk is már megbontják ezt a gimnázium. Melyik az a gimnázium vagy iskola, aki azt, amit az előbb mondtál, ez betartja? Tehát, hogy 22-vel osztva számolják ki a státuszt. Ez konkrétan törvény sértés, de szerintem így működik. Nálatok, bárhol, ez alapján számolják, hogy hány
megnyerni az iskolát, itt kéne a hivatkozást is megnyerni, melyik jogszabály már ezt fogja. Már közelítjük, de én még minden értük el, pedig mindenkül is egy elég normális képezetünk van, és elég sok minden már támogat minket. Szerintem egy csomó helyen az egyszerűen konkrétan nem valósul meg ez a történet. Én csak kérdezem, hogy tudjátok, hogy ezt a jogszabály helyett én nem tudnám neked meghozni, de itt ilyen okosabb keresztül hallottam, hogy van ilyen jogszabály, és köszönöm kéne. Mert akkor lesz az ember kicsárás, és én ezért ott van a kalányosnál. Szóval... Igen, tehát ugye, tehát ha most egy kicsit sok szó esett az óraszámról, meg erről az érdekérvényesítésről, ugye, tehát nyilván ez egyfajta torzulása a mai magyar oktatásügynek is, hogy az érdekérvényesítés az gyakorlatilag nem működik és nem létezik. Tehát, hogyha volna, hát ennek megvonnának a maga fórumai, ugye, az érdekérvényesítésnek, amik sajnos ilyen olyan alapoknál fogva Magyarországon, ezek most nem működnek, pedig nagyon jó volna, hogy működnék. Így van. Nem tudom, hogy van-e esetleg valakinek megjegyzése, vagy gondolata, vagy kérdése, hogy úgy mondjam, a tanítási érdemi részét, illetve például az érettségével kapcsolatban, mert ez egy olyan kérdés, mondom, ami hát eléggé meghatározza azt, hogy mit kell tanítani, nem? Ugye ez is, hogy most a két, hogy most szükséges, vagy ne legyen szükséges az emeletszintű érettségi egyetemi kutatáshoz, hát ez is egy olyan kérdés, ami teljesen nagyon fontos. Úgyhogy valószínűleg egy hétig kellene beszélgetni ezekről a dolgokról. Mindazonáltal nem akarom erőltetni a dolgot, mert későre jár, mert fél hét van már. Úgyhogy ha nincs több megjegyzése... Egy megjegyzés, akkor amiről beszéltünk, szerintem minden dolgok jelenti, minden számodan mellett, hogy egyet kéne tenni, a matematika tanárképzést kényeztetni, anyagilag is mindenféle szempontból. Tehát azt gondolom, hogy ha ez jól működne, tehát csak egy például most számok nélkül, helyettesül egy teljesen állt most egy kisfabáti középiskolában, és ott kétszer itt keresett, mint itt az ellen. Igen. Tehát elmondják azt, hogy mit akartok, ti kaptok pénzt is tényleg. Tehát az egyik oktatásban nem volt bérrendezés, tehát azok a hősök, akik itt dolgoznak a tanszékeken és is teszik a dolgokat, és nem úgy jutam, hogy mi ingyen tanítanak az ellen is, mert hivatosan nem lehet, ez a koncert, csak be annyi. Igen. Nagyon rövid leszek, hogy még egy dolgot mondtál, amihez azért érdemes lenne hozzászólni, hogy a kerettantervek napja ilyesmi. Amikor az új kerettantervek születtek, mert benne voltam, tudom, hogy volt 3 hónap alatt írtuk a kerettantervek, volt akart mindegy, mert lehetetlen. Most ugye szerintem egy hét alatt mondták azt, hogy 30% elhagyható, ez is lehetetlen, de ugye már, ha más 30%-ot hagy el, akkor akár már 60% is hosszabb. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan jellegű munkát kell kezdeni, egy szisztematikus iskolában több éve végigmenő kutatást, újítását, támogatást és szakmaszerű kapcsolatban, hogy mi az, ami egy adott korosztálynak megtanítható, mi az, amit élet beledék követek, ez nem egy 3 hónap alatt, csak ezek évek alatt lehetne megcsinálni, úgyhogy ez valóban elfogadható legyen mindenféle szinten. Tehát ezt kellene valakinek a kezébe venni, és elindítani, és akkor talán azt mondhatnánk, hogy 3 év múlva, 5 év múlva egy kicsit már tényleg az adott társadalomra méretezett tantervek lennének, amelyek nagyobb elfogadottsággal tudnának maguknak. Megint csak kell tegyed el az órás számot, és nem tudok. Két apróság elnézés, de egyik, hogy úgy nem menjünk el, hogy az ne tudatosuljon, hogy 2 év múlva, 2018-ban 125 éves lesz a kőban. Szerintem az eredeti kiírás, most a kutatók visszakerül, és nagy tömegeket mondott, és nagy sikere volt, és nem tudták, hogy van kőban, ami kiírásokat.
És a másik az, hogy egy olyan közhasznú társaságban dolgozunk most a matematikai bizalommal, ami a teljes lehetséges matematikai tananyag minden borsájához, valami szemléltető eszköz, valami érdekességet, valami látványosabb dolgot rendel, amit a szülő is megtehet, az iskola nem veszi meg, de hogy ott legyen a gyerekkézmény és bandáljunk vele, ha van tapasztalás, akkor már le lehet valamit kihozni. Hát tényleg a matematikai múzeum egy olyan dolog, hogy nyugodtan el lehet küldeni, vagy el lehet hozni a gyerekeket. Mindenki élvezi, és nagyon klassz. Ez így most a reklám helyen. Jó, hát teljesen ide nem élő dolgot, hadd mondjak, mert körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy olyan félreértés, hogy kell-e emelt szintű érettség. És én magam sem voltam ebben biztos akkor. És most azért arról beszámolnék, hogy milyen hatásokat hozott az, hogy most már ez kell. Tehát a következő van, hogy a matematika alapszakon az a feltétel, hogy egy természettudományos tárgyból tegyenek emelt szintű érettségi. Tehát nem okvetlen matematikában. Én úgy hallom, hogy a mostani első évesek jobbak, mint a korábbiak. Az a része biztos, hogy a kritérium dolgozatnál, hát most nem tudom, hogy ki tud nekem segíteni, de körülbelül a dolgozatot megíró közel 60%-a megfelelt lett, ami korábban kevesebb volt. Ugyanakkor a létszámok azok úgy alakultak, hogy a tavalyi évben, Laci talán nem tudsz korrigálni engem, ha hülyeségeket mondok, azt hiszem a matematika alapszakra volt 132 felvehető, vagy 138, nem emlékszem, az idei évben 118 felvehető diák volt. A tanárszaknál ott egy kis furfang van a rendszerben, mert az oktatási hivatal nem sikerült meggyőznünk arról, hogy az emelt szintű érettségi vizsga az lehet egy tetszőleges természettudományos tárgyból, és kitaláltak egy olyan jogértelmezést, ami szerint, hogyha valakinek matematika és nem olyan bölcsész szakpárja van, amelyik már korábban megkövetelte az emelt szintű érettségit, akkor az emelt szintű érettségi vizsgának matematikából kell lennie. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kétféle diákunk van, tipikusan olyan osztatlan tanárszakos diákunk van, akik matematika bölcsész szakpárral rendelkeznek. Kicsit talán ebből van több, de igen, többen van. Egy picit többen vannak, de körülbelül a fele mondjuk. 55 van a felvett 99 plusz 3 tanárszakosból. Ez a szám, ez a tavalyi évben 130 volt. 130 volt, tehát ez egy viszonylag jelentős visszaesés. Ugyanakkor mindazok, vagy tipikusan mindazok, akik mondjuk matematika-fizika, vagy matematika-TTK-s szakpárral jöttek, azoknak emelt szintű érettségiük van, és például ez olyan matematikából. Matematikából, mert azt követelte tőlük az oktatási hivatal. Tehát matematika magyarosnak, nem tudom, hogy a magyar megkövetett. Lehet választani. Ott lehet, hogy lehetett választani, a matematika angolosnál. Ott kötelező volt az angol, mert az angol már korábban megkövetelte a lehet, de akkor nem fogja elérni a pontvatát, akkor nem kapja meg az 50 plusz pontot. Jó, egy érdekességet hadd mondjak el, ami még a fejemben van, hogy így például a matematika-fizika szakra idén kérek mondani, 17 darab embert veszünk föl, viszont a ponthatár az 376 pont volt, ami nem csak a mi saját alapszakos ponthatárunknál volt magasabb, hanem a legmagasabb műegyetemi ponthatárnál is. Tehát a matfizesek
vannak számottevő tömeg, 17 ember. Hát ugye ahhoz a korábbi állapothoz, amikor én ismertem az egyetlen fizika tanár szakos hallgatókat. Ez jelentős előrelépés. Jó, most nem tudom, csak azért akartam elmondani, mert egy éve ez olyan kellemetlen volt, hogy tulajdonképpen nem tudtunk róla igazán, noha ez hatályban volt 2000 korábban, és 2016-tól érvényes volt, ez utólag derült ki, azért próbáltuk menteni, ami menthető. Remélem ez most már, tehát nem, azt nem tudom megítélni, hogy van-e ebben olyan, hogy voltak gyerekek, akik nem tudták előre, hogy emelt szinten kell matematikát. Nyilván matematikából, fizikából kiérettségizik Jó, tehát kicsit többen vannak a matek bölcsészek. És az a furcsa a mi számunkra, hogy őnekik nincs matekból emelt szintű érettségiük tipikusan, hogy az emberek fele az ilyen, a másik felének meg kifejezetten matekból van emelt szintű érettségiük. Jó, elnézést, ez tényleg csak a... És hogy ezt tudatosítani kell a gyerekeknek, hogy ez... Köszönjük szépen, hogy minden nap szép hozzászólónak részt vevőknek, és reméljük, ha nem is oldottuk meg a világ összes problémáját, de legalább egy jó beszélgetünk, és már tisztában látjuk, és akkor tavasszal ugyanis várjuk bárkit, és az intézetnek bárkit, hogy javaslatot, hogy mindössze lesz, hogy